Július 16-a és 19-e között ismét benépesül a Sóstói strand homokos pályája. A nemzetközi mérkőzések rendezésére is alkalmas létesítményen ezúttal strand foci tornát tartanak, 42 csapat részvételével. 36 férfi együttes mellett 6 női gárda is rajthoz áll, és bár még alig került meghirdetésre a viadal, a helyek többsége már betelt. Az ország különböző pontjairól érkeztek nevezések. 6 megyéből érkeznek már csapatok, akik neveztek, Budapestről, Vácról, Sződről, és gyakorlatilag közel egy hétre érkeznek a csapatok. Ez volt a városvezetésnek és a Sóstói gyógyfürdő vezetőinek is a célja, hogy turisztikailag ez lépjen előre. Ez a torna országos szinten elismert már, és itt tartózkodnak gyakorlatilag egy hétig, megismerik városunkat, megyénket és főleg Sóstó környékét. Ez volt a cél. Több olyan játékos is pályára lép majd, akik a válogatottban is szerepelnek. A szervezők szeretnék vendégül látni a nemzeti csapatot egy felkészülési meccs kapcsán, és a szövetség vezetői már látták a sóstói helyszínt, így nem kizárt, hogy rövid időn belül válogatott strandfoci meccs is lehet Nyíregyházán.